bácsi kocsi a magáért, mi újság a kocsival? Sziasztok! Igen, a kocsi jól van, egyre jobban, szerintem sose volt még ilyen szép. Azt hiszem, hogy mindenki, aki részt vesz a projektben, az fantasztikus munkát végez. Ugye itt két fő pillére van az én csapatomnak, a Szabó Jóci meg a Tarjáné Gabi, őket mindenképpen ki szeretném emelni, mert azt gondolom az a precizitás, amit ők most véghez visznek, én azt gondolom az egyedülálló. Majd szeretném, ha kész a kocsi, akkor eljönnétek és megnéznétek ti is, de én azt érzem, hogy azt gondolom, hogy ez egy vadonatúj póló lesz. Nyilván olyan dolgokat is elkezdtünk megcsinálni, amik nem csak kvázi a borulásban sérültek, hanem az elmúlt évek alatt elfogytak, úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen megújult a kocsi. Ugye hál' Istennek nekünk a cső az nem ment el, tehát hogy nem volt olyan szerkezeti probléma, ami miatt mondjuk ki kellett volna küldeni a Volkswagen ez a karosszériát, hogy kellett volna venni egy új kasznit. De hát az évek alatt, amik elfogynak egy ilyen autón, padlólemezt, mindent kicseréltünk, úgyhogy az autó én azt gondolom, hogy tényleg fantasztikus állapotban lesz egy picivel a szilveszter elé után. Akkor ebből adódik a kérdés, hogy mi van a szilveszter elé? Szilveszter elén úgy döntöttünk végül, hogy nem megyünk, és ez egy tegnapi döntés volt. Alapvetően nagyon sokféle ötlet felmerült. Az Orbico miatt nagyon fontos lett volna mennünk, de nem tudtunk menni a saját autóval, nem volt szabad bérautó, amit találtunk volna, és emocionálisan nagyon megmozgatott volna egyébként, az nincs a Volkswagen csoport tagjai között, úgyhogy a Volkswagen kérésére mi ezt az autót elengedtük. Ezt tennek volna, hogy mi lett volna? Hát, igazából egy VRC lett volna, ami óriási dolog lett volna, mert azért VRC-re szerintem bármikor jó menni, Ági ráadásul még nem is ült VRC-ben, úgyhogy ez egy külön plusz opció lett volna, de azt gondolom, hogy meghánytuk, vetettük a lehetőségeket, a támogatói érdekeket, és úgy döntöttünk, hogy akkor ezt a versenyt most elengedjük. Nyilván fájó szívvel, meg mondhatjuk azt, hogy Ódra én ültem utoljára autóba, hiányzik már a versenyzés, hiányzik már az egész közeg, úgyhogy fájó szívvel ott leszek biztos, mint néző, meg kimegyünk, meg szurkolunk a többieknek, de nem fogunk részt venni ezen a versenyen most, ami nem olyan jó, de lesz egy fantasztikusan szép kocsink, és kész leszünk az évre. Vannak bérlőink a következő évben, úgyhogy én azt gondolom, a projekt az egész szépen kezd összeállni a jövő évre. Három évet versenyeztetek Lacival, ő kiszállt mellőled, illetve lett egy saját póló, és kellett egy új navigátor, aki egy régi új hölgy navigátorod lett, Ági, és hát így vágtatok neki 2022-nek. Így van, érdekes, mert az Ági visszajövetele, vagy újra csatlakozása az olyan volt, mintha ő el sem ment volna a csapattal. Tehát Ágival azóta is jobban voltunk, annak ellenére, hogy nem versenyeztünk, megmaradt a baráti kapcsolat, és alapvetően nekem egy fontos személyiség az életemben. Én azt gondolom, hogy mind a versenyzésben, mint barát számíthatunk egymásra. Úgyhogy nem volt kérdés a Laci döntése után, hogy ki az, akit elsőnek fel fogok hívni, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól is dolgoztunk együtt. Jó teljesítményt tudtunk nyújtani. Nyilván nem volt ez egy szerencsés szezon, de a versenyzésnek minden egyes pillanatát élveztük. Nagyon jó csapatunk van, szerintem a fiúk megtettek mindent. Az autó szerintem nekem nagyon tetszik, hogy egyedülálló, és nem az X-edik másik márka, amivel versenyzünk, hanem tényleg egy nagyon-nagyon egyedülálló, és nagyon, szerintem nagyon szép kocsi. Én úgy érzem, hogy gyors is, ezt többször be is bizonyítottuk. Nyilván itt mi abroncsmárkát váltottunk, és egy pár dolog új lett, amihez nekünk ismét tanulni kellett, és újra bele kellett szokni, de maga az Éva szerintem nagyon jó volt. Attól függetlenül, hogy Ózdon volt egy nagyon nagy balesetünk, egy baleső defekt miatt, ami nyilván
most mondta, el lehetnénk eseredve, meg rossz kedvünk lenne, de attól nem lenne se olcsóbb, se nem lenne az autó hamarabb kész, úgyhogy fölvállaltuk ennek az ódiumát, az autó lassan kész van, lassan minden rendben lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nem volt egy nagyon sikeres év, de még sincsenek rossz érzéseim. Váltottatok úgy gumit, ez egy nagyon hosszú folyamatot zárt le, ugye egy nagyon hosszú együttműködést zártatok ezzel le. Beváltotta egyébként az új márka a hozzáfűzett reményeket, vagy hogyan tapasztaltad, megérte váltani, vagy mik voltak ezzel a tapasztalatok? Én azt gondolom, hogy igen. És nem akarom egyik márkát se. Én azt gondolom, mind a két márkának megvannak a pozitív és a negatív tulajdonságai, és ennek vannak hozadékai. A Pirelli talán úgy kéne jellemezni, hogy egy kicsit hiszt is, de egy baromi jó termék. Nagyon, nagyon kompetitíven lehet vele versenyezni. És ugye nagyon fontos, hogy mivel nem az van, hogy csak mi megyünk a másik márkával, hanem nagyon jól tudjuk mérni magunkat a többiekhez. Nyilván ennek az Avrosnak a beállításait is meg kellett tanulnunk. Kicsit hisztisebb termék, mint az előző márka volt, de én úgy gondolom, hogy a kémény keveréke mindenképpen gyorsabb, vagyis jobb. Nagyon sokszor megyünk kemény keverékkel a magyar bajnokságban. Vannak ugye nagyon hosszú gyorságok, mint egy hosszú Ceret például, ahol az abroncs teljesítményénél szükség van a kemény keverékre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív, illetve a Muro abroncsban én azt gondolom, hogy van olyan keverék, amiben jobb, és van olyan keverék, amiben ugyanazt a teljesítményt tudja nyújtani. Nyilván ez egy elköteleződés, tehát hogy mi nem cserélgetjük a hidegebb vagy a melegebb időjárási viszonyoknál az abroncs márkákat. Én azt gondolom, hogy itt tizedekről kell beszélni kilométerenként, inkább a tudat az, ami az elköteleződést jelenti. Én örülök, hogy így döntöttünk, jót versenyeztünk, jó volt a támogatás a Mezei Tomiék részéről, amit kaptunk. Én azt gondolom, hogy jó együttműködésünk volt, és meg tudtuk mutatni, hogy ezzel az abroncsal is gyorsan lehet menni. Amikor Kapucson találkoztunk, akkor ugye már mondtad, hogy nem fogtok tudni menni a Zemplén Rally. És hogy gyorsan fejszámoltunk, utána néztünk, beszélgettünk róla, hogy 2016 óta egyetlen egy URB-t sem hagytatok ki. Milyen érzés volt az idei Zemplén? Hát nem volt jó. Nyilván jó lett volna ott lenni a többiekkel, jó lett volna ott lenni a barátokkal és versenyezni, de tényleg egy ilyen baleset után azt gondolom, hogy a realitást kell nézni. Nem az volt, hogy nem volt kedvünk menni, nem az volt, hogy nem szerettünk volna menni. Ha realitásan néztük a bajnokság végeredményébe, nekünk nem számított igazából az, hogy részt veszünk-e az utolsó bajnoki futamon, vagy nem. Támogatóink elegedettek voltak azokkal a megjelenésekkel, amik eddig produkáltunk, és nem volt rajtunk nyomás az ő oldalukról, hogy mindenképpen menni kell az utolsó versenyen. Úgyhogy nem volt könnyű, de hát folyamatosan figyelemmel kísértem a többiek eredményét, szurkoltunk a versenytársaknak, úgyhogy nem voltunk ott, az nem voltam elég erős, úgymond lelkileg, hogy még lemenjek és nézzem a többieket versenyezni. Kísértem őket, de én azt gondolom, hogy fejben a következő évre készülök. Azt mondtad, hogy nem volt már rajtad így az eredmény terhe, vagy ez a teher. Mennyire éled meg ezt a kérdést az életedben, hogy ugye tudjuk jól, vagy legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy neked csak egy célod van, hogy bajnok legyél, ez mekkora teher számodra, hogy tudsz így versenyezni, ez lebeg csak a szemed előtt, vagy az adott verseny is, vagy hogyan éled meg ezeket, hogy évek óta talán még inkább szeretnéd, és nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy ezt elképzeled. Hát nézd, szerintem, hogyha az ember úgy áll oda a rajthoz, hogy mindegy, hogy negyedik lesz, akkor szerintem nem kell indulni. Tehát, hogy nyilván nyerni szeretnénk.
pont valamelyik nap statisztikát néztem, tehát hogy mi azért nyertünk csomó kategória bajnokságot raliban. Tehát hogy én igazából, ha őszintén bevallom, akkor nincs igazából űr a lelkemben. Se az eredmények, se a nemzetközi eredmények, se semmivel kapcsolatosan a pályafutásunk alapján. Nyilván a kimondott abszolút bajnoki cím az még jó lenne, de nem vagyunk annyira, azt gondolom, hogy rágörcsölve. De ettől függetlenül minden versenyhez úgy állok oda, hogy ezt a gyorságit, ezt meg szeretném nyerni, ezt a versenyt meg szeretném nyerni, és azt hiszem, ameddig ez tart, addig van értelme versenyezni. Úgyhogy volt olyan szezon, amikor rá voltunk erre görcsölve, szerintem lehet, hogy tavaly is volt olyan verseny, ahol egy kicsit rá voltam erre görcsölve, hogy menni kell. És lehet, hogy néha egy kicsit több volt a kockázat, de igazából nem volt soha semmi negatívum belőle, ugye az Ózdi baleset se emiatt volt. Úgyhogy nekem ez a stílusom, ez az eltökéltség, ez az elhivatottság, ez vezérel minket, és azt gondolom, hogy Ágit is, úgyhogy szerintem ez van, és ez kitart, és ezzel nincs semmi probléma. Mondhatjuk, hogy az a tűz, ami régen jellemzett, az a mai napig megvan benne. Igen. Nincs, nem halványul ez a tűz, vagy nem tudom. Nagyon-nagyon sok támogatást kaptunk, azért azt el kell mondjam, hogy olyan sok támogatói levelet és e-mailt és üzenetet kaptunk, ami tényleg megható volt. Nyilván nem csak ezt a videót nézték meg sokan, hogy a kocsinak annyi, de én azt gondolom, hogy olyan szeretet vesz körül minket, és annyian szurkolnak nekünk, ami nekem kifejezetten egy pozitív töltetet ad, és a nézők, vagy a rajongók, vagy a szurkolók szeretete az nagyon sokat számít ebben a sportban, úgyhogy most is ezen a platformon is meg szeretném nekik köszönni azt, hogy így kitartanak mellettünk, és ígérem, hogy látványosan és eredményesen fogunk autózni jövőre is. Ha már így a szurkolókat is említetted, nem érzed, tehát nyilván nem végeztünk közvéleménykutatást, de szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legnépszerűbb rallis versenyző vagy a mai napig. Azonban óhatatlanul előfordulhat az, hogy ha nem jönnek úgy az eredmények, nyilván csak a legvérmesebb szurkolók meg a legelkötelezettebb megtartanak ki, akkor is, amikor gond van, idézőjelben a gond van. Nem érzed azt, vagy érezted így az év folyamán, hogy gyakorlatilag nem tudtál olyan eredményt produkálni sikerességben, hogy esetleg ezeknek a szurkolóknak a száma csökken? Én talán nem így érzem, hogy minket kifejezetten csak azért szeretnek, mert ott megyünk az elejébe. Én azt gondolom, hogy az a nyitottság, vagy ez a közvetlenség, ahogy mi állunk a szurkolókhoz, én azt gondolom, hogy az, ami bennünk, vagy velünk szemben szimpátiát ébreszt. Nyilván vannak olyanok is, akik azoknak szurkolnak mindig, akik a legelején versenyeznek. Biztos van nálunk ilyen is. De én nem érzem annak, nem érzek ebbe hanyatlást, nem érzem azt, hogy talán kevesebben támogatnának minket, vagy kevesebben szeretnének minket, azért, mert nem sikerül egy-egy verseny. Talán az Ózdral is bukás volt az, ahol megdöbbentő volt az a támogatás, amit kaptunk, és én ezt nem érzem így. Nyilván én egy dolgot tudok csinálni, hogy az eredményekkel próbálok a szurkolóknak megfelelni, illetve van egy-két olyan kanyarvétel, amivel talán tudok újabb támogatókat, vagy újabb szurkolókat szerezni. Úgyhogy ez talán a mi stílusunk, és akik szeretnek minket, azok nem hiszem, hogy azért szeretnek minket, mert most éppen a dobogon állunk, vagy éppen csak negyedikek vagyunk, vagy éppen nyerünk egy versenyt, hanem remélem, hogy azért szeretnénk, amilyenek vagyunk, és amilyen a csapatunk, és ahogy ezt a sportot szeretjük, és ami motivál minket. És milyenek a versenyzőtársak? Milyen a mai magyar rali légkör, amire szerepeltek? Hát nézd, de szerintem vegyes. Vannak olyan versenyzőtársak, kategóriatársak, akikkel nagyon-nagyon jó a viszony, és tényleg azt gondolom, hogy baráti viszonyban vagyunk. Vannak olyanok, akikkel
tényleg jó köszönő viszony van. Hál' Istennek én azt gondolom, hogy olyan nincs, akivel nem vagyunk jóban. Nyilván ebben vannak fokozatok, de nyilván itt nem lehet arról beszélni, arról a 70-es évekből datádó. Tehát, hogy itt nyilván nincs olyan haveri viszony, vagy olyan nagyon közeli baráti viszony, mint akár a 70-es, 80-as években, ami kialakult, de azt gondolom, hogy a versenyek se olyanok. Tehát édesapám idejében azért tudom, hogy egy hetes tréningek voltak, együtt nagy bandázások, közös szervizek, egymásnak segítünk, sokkal hosszabb versenyek, igazából széria autókkal versenyeztek. Itt azért rövidebbek a versenyek, én ezért nem nagyon szeretem az egynapos versenyeket, mert a versenyzők szinte egymással semmiféle kommunikációban nincsenek meg azok az úgymond rally partik, amik összetudják tartani a rallis csapatokat. Nyilván van egy-két barátság, van egy-két közelebbi barátság, és velük bandázik az ember, vagy velük készül, vagy velük beszéljük át a versenyeket, vagy egymásnak segítünk. Ilyenből hál' Isten van egy-két nagyon jó és nagyon közeli kapcsolat. Úgyhogy, és ez nagyon érdekes, hogy nem csak a kategóriában, hanem akár itt a Lángyatieket is mondhatnám, hogy a Temesvári Laciéket, akik BMW-znek, és nagyon jóba vagyunk. Úgyhogy én próbálok azért mindenkivel szerintem jóba lenni. Nyilván az idő meg a versenyek rövidsége nem ad lehetőséget ahhoz, hogy mindenkit megismerjünk. Térjünk vissza a jelenre, meg hozzátok így erről a farvízről. Hogyan áll az autónak a fejlesztése? Nincs esetleg egy kicsi lemaradásra ahhoz képest, hogy már jön az RS-fábia, érkezhet esetleg a Toyota? Kaptok még bármi támogatást a gyártól? Hát a Volkswagen Motorsport ugye úgy, mint cég, az megszűnt. Ez egy holland csapat, a Weavers Sport vette át. Egyébként kaptunk még fejlesztéseket tavaly, és elméletileg még kapunk most január-februárban is az autóhoz. Az új RS Fabiáról nem tudok semmit. Nyilván majd most a Puskaderni autóját meg fogom nézni a Szilveszter Rallyn. Én azt gondolom, hogy a tavalyi évben az autónk még kifejezetten kompetitív volt. Nem éreztem azt, hogy hátrányban lennénk bármiben is, és az a tempónkból is kiderült. Én nem gondolom azt, hogy mi annyival gyorsabban tudunk menni, hogy egy lassabb technikával fel tudjuk venni a versenyt. Szerintem jó a kocsi. Én nagyon hiszek a Volkswagenben, szerintem mind súlypontra, mind futóműre egy remek kis kocsi. Nyilván ha hosszú távon nézzük, akkor ez hátrány lesz, mit tudom én, szerintem 2 év múlva, de szerintem a következő évben ez még nem lesz akkor hátrány. Nyilván ez attól is függ, hogy hány vadonatúj fejlesztésű autó érkezik. Szerintem az Evo Fabiákhoz, ami a magyar mezőnyben a domináló, vagy a legtöbb, azokhoz képest nincsen hátrányunk ebben, de én azt gondolom, hogy biztosan tudom állítani. Azt mondtad, hogyha hosszú távon nézzük az autót, hogyha téged nézünk hosszú távon, akkor te mennyire látod a jövőképedet ralliba, mennyire tervezelni az aktív éveidet? Nézd, ez egy érdekes helyzet. Én nagyon szeretek versenyezni, és ameddig ezt eredményesen tudom csinálni, vagy úgy érzem, hogy ott tudok lenni az elejébe, addig ezt, és lehetőségünk is van erre, addig ezt nagyon szívesen csinálom. És minden reggel úgy kelek fel, hogy eszembe jut, hogy akkor mikor tudunk már menni, hogy csinálni. És amíg ez van, addig ezt szerintem csinálni kell. Hogyha én biztosan nem szeretném azt csinálni, mint egy-két versenyzőn látom, vagy láttam a tavalyi évben akár, hogy megvan a kocsia, megvan a csapata, nincs már motivációja, a saját kihúnyó fényében versenyzik, 6., 8., 10. helyen. Nekem ez biztos, hogy nem lesz. Tehát ha én azt érzem, hogy nem fogok tudni eséllyel elindulni egy versenyen, hogy ott menjek az elejébe, akkor szerintem be fogom fejezni, ha bár ezt lehet, hogy nem is fogom majd reálisan látni, hiszen annyira szeretem ezt a versenyzést,
De jelen pillanatban én azt érzem, hogy motivált vagyok, hogy megvan a tempónk, hogy nagyon jó a csapatunk, és eszembe se jut az, hogy ez a bácsi, ez tényleg esetleg bácsi, mert azért még erről sincsen szó, remélem. Tehát, hogy motiváltak vagyunk, és szeretnénk ezt még sokáig csinálni. Ad-e egyfajta plusz motivációt az életedben, hogy a kislányod is versenyzik már? Fú, hát persze. Nagyon jó látni a sikereit, az örömét, az, hogy idén ő megnyerte a női értékelést a Rallycross Hankook Racer Cup-ba. Nagyon nagy büszkeség van egyébként. Nagyon sokat tesz érte, hogy ez így legyen, és ezt nagyon jó látni. Szerintem nagyon jó csapatunk van, a nagyon jó csapatban versenyzik az RCM Motorsportban, és a Csuti Laci által fémjezett csapat tényleg nagyon sokat segít neki. Én egy picit próbálok hátrébről szemlélődve nézni, mert nem akarok rá súlyt tenni, hiszen azt gondolom, hogy neki meg kell a szurkolók és a nézők elvárásával is küzdenie néha, amikor megtudják, hogy kiről van szó. De ő már szerintem a saját lábán van, ügyesen csinálja, elhivatottan csinálja, jövőre is ott fog versenyezni, hiszen azért van mit még tanulni, de hát nyilván motivál, és én próbálok segíteni, és próbálok ott lenni, és támogatóként, lelki támogatóként is ott lenni ebben az egészben. A Herceg Norbi fia is ugyanígy kezdte az ő pályafutását rallycrosszal, és Norbi sokszor elmondta, hogy ő féltené Patrikot a rallytól. Nyilván most már látjuk, hogy ott van, szóval meg kellett neki szokni ezt az új helyzetet. Te féltenéd egyébként Lottit, hogyha esetleg elhagyná az árpályát és a rally világa felé indulna? Abszolút. Így van. Azért a rally sokkal másabb, sokkal nehezebb, sokkal veszélyesebb, én azt gondolom. Hát már egyszer-kétszer kiejtette a száján, hogy de jó lesz majd, mert két év múlva ugye meg lesz, vagy hát ugye neki most már, basszus, most már májusban meg lesz a jogsia. Tehát akár még lehetősége is lehet erre, de mi nem tartunk ott. Tehát azért azt jól kell látni, hogy a tavalyi év elején kezdett el ott egyetlen autót vezetni. A rallycrosst egyáltalán megismerni, a rallycross szabályok elfogadni és igazából beletanulni ebbe az egészbe. Ez a harmadik szezon lesz a következő év. Úgyhogy nem tudjuk, mit hoz a jövő. Nyilván ott leszek mellette, bármilyen döntése van és bármit szeretne, de hát mi még nem tartunk ott, és egyébként visszatérve kell, nyilván félteném. Tehát ez nem kérdés. Tudod és szoktad bármilyen irányba befolyásolni őt? Első évben próbáltam nyilván, illetve az alapokat, amikor megbeszéltük, illetve az alapokat, amikor megadtam neki egyáltalán. Ott ültem a kocsiba, hogy rádión beszéltünk sokat az ideális évekről, meg egyáltalán a vezetés technikáról. Akkor igen, de volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ez már lehet, hogy sok, és akkor próbáltam egy kicsit háttérbe vonulni. Én azt gondolom, hogy ő elég elhatározott személyiség ahhoz, hogy ne kelljen őt pusholni, vagy ne kelljen őt nyomni abba az irányba, hiszen ő tudja, hogy mit szeretne, meg hogy szeretné elérni. Úgyhogy néha egy picit a szülői pozícióba hátrébb kell vonulni, de nyilván vannak olyan helyzetek, amikor megkérdez, akkor nyilván elmondom a véleményem, és próbálok segíteni. Befolyásolni szerintem ebben a sportban nagyon nehéz valakit, mert ebben a sportban szerintem csak akkor tudsz sikeres lenni, ha a belső motivációd után mész és azt követed. Nehéz év volt, talán ezt te is összefoglaltad. Milyen 2023-at vársz, és hogy állsz neki 2023-as évnek? Hát szerintem ugyanúgy, ahogy eddig. Szerintem a felkészülésünkkel, se a fizikaival, se az elkötelezettségünkkel nincsen probléma. Kicsit szeretnék szerencsésebb lenni talán,
és remélem, hogy olyan versenyek lesznek, amik talán új szint hoznak egy picit a rallyba. Remélem, hogy kicsit lehetnek a rendezvények nézőközelibbek, lehetnek akár kétnaposak, lehetnek olyan gyorságik, amik újak lesznek, hiszen most már van, hogy több verseny is ugyanazokon a pályákon versenyeztünk, amik azért bizonyos szinten kezdenek a pályautózáshoz hasonlítani. Én jobban örülnék több murvás versenynek, több látványos szakasznak, több városi gyorságinak. Tehát egy picit fel kéne frissíteni a rallynak a vérkeringését, de mi ott leszünk, és szeretnénk ugyanolyan látványosan autózni, mint eddig. 2016-ban VB versenyeken vettetek részt még Zsíros Gabival. Napokban is repkednek fel a hírek, hogy magyar páros tervez VB-indulást, több páros Európa-bajnoki sorozatban vesz részt. Fáj-e ilyenkor a szíved, vagy gondolsz arra, hogy mi is szeretnénk, vagy én is szeretnék újra nemzetközi sorozatban részt venni? Igazából az idei évben volt ilyen tervünk, szerettünk volna menni Spanyolországban. Te tudtál a legjobban, Tibi, hogy ezt mennyire szeretem azt a versenyt, és mennyire jó is egyébként. Természetesen fontos lenne egy-két külföldi szereplés. Én azt gondolom, hogy a csapat készen van rá, és mi is készen vagyunk rá, és egyébként érdekes is lehet, de ugye nem mindig ezen múlik. Nyilván van egy anyagi lehetőség, és van egy támogatói elvárás, ami a megjelenéseket és az adott régióban való megjelenést határozza meg. Nekünk a fő támogatóinknak az alapvető célja a magyarországi piac és a magyarországi megjelenés, és a kézzelfogható megjelenés a szervizparkokban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk az elsődleges cél lesz a magyarországi helytállás. Nyilván úgy alakul a szezon, akkor szívesen elindulnánk egy-egy futamon, de én most úgy érzem, hogy mi a magyar bajnokságra fogunk koncentrálni. Aztán meglátjuk. Nyilván egy picit fáj ilyenkor az ember szíve, de szurkolok egyébként azoknak, akik kimennek. Óriási élmény, és én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy voltak olyan szezonok, amikor tényleg Magyarországot képviselhettük a világbajnokságon, vagy akár az Európa-bajnokságon. Úgyhogy szerintem ezek még azért nem múltak ezek a lehetőségek, úgyhogy ott lebeg mindig az opció, de most nekünk a jövő programunk az Magyarországról fog szólni.